Mától érkezik az emelt bér a pedagógusok számlájára. Híradástechnikai magángyűjteményt látogattak meg a helyi klubok tagjai. Medvenapot tartottak a gyerekekkel az ózdivárosi óvodák virágúti tagóvodájában. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Átlagosan 32,2%-kal emelkedik januártól a pedagógusok bére. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megerősítette, hogy minden érintett tanár megkapja az emelt összegű fizetését február elején. A döntés mintegy 140 ezer embert érint. Tavaly decemberben Magyarország kormánya úgy döntött, hogy átlagosan 32,2%-kal megemeli a köznevelésben dolgozók bérét. Legkésőbb január 30-áig minden pedagógus kézhez kapta a hivatalos értesítést az őt érintő fizetésemelés pontos összegéről. A napokban már az emelt bér érkezik számlájukra. Az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta, a köznevelésben és a szakképzésben dolgozó bére egyformán emelkedik. A szakképzés és a köznevelés külön vált, a mi életünket teljesen más törvények szabályozzák, tehát az a fajta bértábla, vagy az a fajta fokozati eljárás, hogy PED1-es, gyakornok, PED2 mester, stb. Az a szakképzésben nincs. Úgyhogy mi is átlag 32,2%-os bérfejlesztésre kaptuk meg a bértömeget azzal, hogy a szakképzésben az induló bér, tehát ha valaki most belép hozzánk, akár közismereti tanárként, akár szakmai oktatóként, az 581.680, kerekítve 582.000 forint. Ennél kevesebbet a szakképzésben senki nem kereshet. A szakképzésben megvalósult teljesítményértékelés során minden oktató munkáját minősítették az intézményvezetők egy 600 pontos rendszerben. Az alapelv, hogy a minimum összegnél kevesebbet senki nem kereshet, a pontszámok alapján erre még kaphattak emelést a pedagógusok. Az Ózdi SC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskolában az átlagos béremelés 42%, a centrum egészét nézve az átlagos bérfejlesztés 37% volt. Nagyon örülünk neki, a magam és a kollégáim nevében bátran mondhatom, hiszen régóta vártunk erre a pillanatra, úgyhogy amikor a minap főigazgató úr és kancellárasszony eljöttek és beszámoltak arról, hogy milyen metódus szerint számolják az új bérünket, így érthetőbbé vált, és természetesen nagy kitörő örömmel fogadtuk, és úgy gondolom, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy ez már régóta érett, régóta vártunk rá, és ez már végre azt jelenti, hogy megbecsülik a szakképzésben oktatók munkáját. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár január 31-én arról tájékoztatta a pedagógus szakszervezeteket, hogy a köznevelésben dolgozók február 5-én hétfőn kapják meg az emelt fizetésüket. Információink szerint a szakképzésben tevékenykedő oktatók számlájára már a mai napon megérkezett az új bértábla alapján számolt jövedelem. Ennyi volt már a fiatalok József Attila. Két hét múlva folyt köv. Több fontos dátum is lesz februárban a tovább tanulni szándékozó diákoknak. Február 9-éig kell értesíteniük az iskoláknak a központi írásbeli felvételi eredményekről a felvételizőket az oktatási hivatal által meghatározott módon. Ezt követően még van lehetőség módosítani a megjelölt iskolák listáján. A 2024. szeptemberében induló osztatlan alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre február 15-ig évfélig van lehetőség jelentkezni az e-felvételin keresztül. A Miskolci Egyetem Ózdra is hirdetett képzéseket mérnök-informatikus és anyagmérnöki szakirányokkal. Ezekre szintén a fent említett napig lehet jelentkezni. Patakba borult egy mopedautó ma reggel az Alkotmány utca környékén. A lakossági bejelentést követően az Ózdi rendőrkapitányság munkatársa rövid időn belül kiérkezett a helyszínre. A jármű tulajdonosának elmondása szerint csak meg szeretett volna fordulni az autóval, ám a moped hátrafelé indult a patak irányába, ahol az út szélén megcsúszott és a patak mederbe borult. Egy helyi lakos segített a bajba jutott sofőrnek kijutni a vízből.
személysérülés nem történt. Kigyulladt egy személygépkocsi motortere ma délelőtt Arlóban a Zrínyi úton. Az Ózdi hivatásos tűzoltóparancsnokság munkatársai éppen helyismereti gyakorlatot tartottak Borsod-Nádasdon, amikor érkezett a riasztás. Egy autóval vonultak a kár helyszínére, ahol egy vízsugárral hamar eloltották a lángokat. Tájékoztatásuk szerint a problémát valószínűleg valamilyen elektromos zárlat okozhatta. Információink szerint személyisérülés nem történt. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Zobor László híradás technikai magángyűjteményét tekintették meg ma több helyi klub tagjai is. Az Ózdi Szívbetegek Egyesülete, az Ózdi Természetbarátok Köre, valamint az Ózdi Nyugdíjas Klubból is eljöttek, hogy szemügyre vegyék a közel 10 000 darabos kollekciót. A tárlatvezetés előtt Zubor László pénzbeli támogatással köszönte meg mindhárom klubnak az eddigi közösségi munkáját. 1931-29-31 Németország. Ez a közel 100 éves rádiói Zubor László magángyűjteményének egyik darabja, amely a Bojki főúton lévő épületben található. László amellett, hogy gyűjti az antik híradás technikai eszközöket, fel is újítja azokat. Múzeumában közel 10 000 tárgy tekinthető meg. Egyedülálló, európai szintű gyűjteményének körülbelül 80%-a működőképes, amelyben több mint 30 év munkája áll. Szenvedélye élete szerves részévé vált, amely nagyon régi időre nyúlik vissza. Az az igazság, hogy ez ilyen gyerekkori dolog, ahonnan ez eredt. Egy régi rádiót kaptam valamikor gyerekkoromban, és azt felújítottam, meg tudtam szólaltatni, és akkor a szerelem minden indult el. Aztán, amikor elvégeztem a televízió műszerész szakmát, akkor onnantól elkezdődött a gyűjtés nagyjából, de az utóbbi időben úgy sokat gyűjtöttem. Na most ezeket megpróbáltam mindet restaurálni. A klub tagjai a délelőtt folyamán gyülekeztek a múzeum épülete előtt. A gyűjtemény tulajdonosa köszöntötte a látogatókat, azonban mielőtt beinvitálta volna őket, pénzbeli adományt adott át a tagoknak. Az Ózdi Szívbetegek Egyesülete, az Ózdi Természetbarátok Köre, valamint az Ózdi Nyugdíjas Klub munkáját is 50 000 forinttal támogatta. Elmondása szerint sokat köszönhet a közösségeknek, ezért szeretett volna egy kis segítséget nyújtani számukra. Nagyon örültünk neki, és akkor úgy gondoltuk, hogy minden év végén szoktunk tartani egy évzáró búcsút, vagy ünnepséget a Holdfény étterembe, többnyire ott, és akkor ott van vacsora is, ahol már a Zubor László is részt vett velünk egyszer, és akkor ezzel az összeggel is hozzájárulunk, mert egyébként saját pénzből fizetik a túratársaink az ilyen összejöveteleket. Belépve a ház falai közé igazi kuriózumokkal találkozhattak a látogatók, akik sorban vették szemügyre a tárgyakat. Többek között lemezlejátszókat, televíziókat, fejhallgatókat, de órákat, petróleumlámpákat és táskarádiókat is megcsodáltak a résztvevők. Gramofonok közül pedig szinte minden típus kiállításra került. 1913-16 között gyártották Angliába. És akkor ez az a nagyon nagy szépsége, hogy micsoda agytröztök voltak már akkor, hogy kitalálták a hangerő szabályzót már akkor. Na nézzük meg, hogy működik. A kiállítás rendkívül komplex. Remekül nyomon követhető a híradás technika fejlődése a századfordulótól napjainkig. Számos, ritka, ma már egyedinek tekinthető mérőműszer is megtalálható itt. Aki pedig szeretné megtekinteni ezt az egyedülálló tárlatot, az a tulajdonossal vegye fel a kapcsolatot. Medvenapot tartottak a gyerekekkel az Ózdi Városi Óvodák Virágúti tagóvodájában. A kis óvisok rajzokat készítettek, de verseket és dalokat is tanultak, melyek a medvével kapcsolatosak. A csoportszobában még egy barlangot is kialakítottak, hogy minél érdekesebben és különlegesebben tudják a foglalkozásokat megtartani az óvodapedagógusok. Minden nap készülöttünk a medvékre,
és ezt fogjuk máma csinálni. Február elején már nagyon várjuk a medvenapi időjóslást, hogy megtudjuk, meddig tart még a tél. Ehhez a régi hagyományhoz kapcsolódva sok helyen rendeznek színes programokat, sőt az óvodában gyakran egy egész hetet szentelnek a medvéknek. Így volt ez az Ózdi Városi Óvodák Virág Guti tagovodájában. Egész héten a medve témával foglalkozunk az óvodába a gyerekekkel, különböző tevékenységeken keresztül ismertetjük meg a gyerekeket azzal a régi néphagyománnyal, hogyha kijön a medve a barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor sajnos hosszú térre kell készülnünk. Viszont nagyon várjuk már, hogy jöjjön a tavasz, ezért különböző medvecsalogató dalokkal, énekekkel, versikékkel próbáljuk a gyerekekkel kihívni őt, és itt tartani, hogy minél hamarabb jó idő legyen. A néphagyomány szerint február 2. napján, hogyha a medve előjön barlangjából és meglátja az árnyékát, azaz napsütéses idő van, akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, a maci számára azt jelenti, hogy már lassan vége a télnek. Minden csoportban fegyelmezetten ülnek a kicsik az asztalnál. Vannak, akik festenek, gyurmáznak, rajzolnak, de vannak, akik énekelnek és verselnek. Minden tevékenységben a közös szereplő a medve. Reggel minden apróság a saját plüss medvéjével érkezett az óvodába, melyeket kiállítanak a csoportszobában. A kiállításon minden ovis macia alatt a saját jele látható majd. Esküvői fotópályázatot hirdetett az Ómék Olvasó. A Házasság Hete programsorozat alkalmából tettek közzé egy felhívást, amely pároknak szól. Életük legszebb pillanatáról, az esküvőjük napjáról várnak fényképeket. A pályázatra csak egy darab képet lehet benyújtani. A kikötés, hogy a fotón annak a párnak kell szerepelnie, aki a képet beküldi. Tehát fotósok nem nevezhetnek jól sikerült fotóikkal. A felhívás kifejezetten a pároknak szól. A beküldés határideje február 9-e 10 óra. A képeket az olvasóinfo@omekost.hu e-mail címre várják. Ezeket az olvasó Facebook oldalán fogják közzétenni, ahol reakciókkal lehet majd szavazni rájuk. A legtöbb szavazatot kapott fénykép tulajdonosai értékes nyereménnyel gazdagodnak majd. Részletekkel kapcsolatban a képernyőn látható telefonszámon érdeklődhetnek. Családi játszó délután szerveznek az Ózdi Városi Könyvtárban, izgalmas programokkal várják a családokat medvenap alkalmából. Tudásbővítő játékokra és mesés foglalkozásra épül a nap, melynek témája a medve minden mennyiségben lesz. Ezen kívül játszóház, mese és babasarok, diafilmvetítés, kézműves foglalkozás, valamint társas játékklub színesíti a délutánt. Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő programot. Arcfestéssel is készülnek a gyerekeknek 15 órától. A legkisebbek részére babusgató foglalkozást tartanak, mondókázás kíséretében, illetve ovis néptánc is lesz. A látogatók a helyszínen vásárolhatnak belépőket. Az esemény február 3-án szombaton 14 órától várja az érdeklődőket, egészen este 19 óráig. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Januártól átlagosan 32,2%-kal emelkedik a pedagógusok bére. Februárban már az emelt fizetés érkezik a köznevelésben dolgozók számlájára. Ma sem unatkoztak az egyenruhások városunkban és környékén. Az Alkotmány utcában egy autó borult az árokba, Arlóban a Zrínyi úton gyulladt ki egy parkoló személygépjármű. Az Ózdi Szívbetegek Egyesületéből, az Ózdi Természetbarátok köréből, valamint az Ózdi Nyugdíjas Klubból is eljöttek, hogy megtekintsék Zubor László magángyűjteményét. Medvenapot tartottak a gyerekekkel az Ózdi Városi Óvodák Virág Guti tagóvodájában. A kis ovisok rajzokat készítettek, de verseket és dalokat is tanultak, melyek a medvével kapcsolatosak.
Híradónkat követően nézzük, milyen időre számíthatunk holnap. Szombaton nyugaton, délnyugaton várható a legtöbb napsütés, máshol gyakrabban takarhatják felhők a napot, de kisebb eső zápor csak keleten, észak-keleten fordulhat elő. A délnyugati országrészt leszámítva sokfelé szeles időben lesz részünk. A hőmérséklet hajnalban -4, napközben pedig 8 fok körül alakul majd. Ma is több helyszínre látogattunk el kameráinkkal, hogy elhozzuk Önöknek a legfontosabb és legfrissebb híreket. A mai krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Szomszédvár című turisztikai magazint tekinthetik meg, amely a helyi televíziók összefogásával készült. Szombaton és vasárnap a 168 órával jövünk. Friss hírekkel hétfőn jelentkezünk. Legyen szép estéjük és hétvégéjük, viszontlátásra!